Kedves kollégák, mint ahogy hallottuk, Magyar Tudományos Parkinson Társaság nem tulajdonos az ideggyógyászati szemlének, és nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy pár percben bemutatkozhassunk. A Magyar Tudományos Parkinson Társaságot alapító okirat szerint 1996-ban alapították. Szirmai professzor úr, Takács Anna Mária, Divó tanár úr, Krivényi professzor urak után jelenleg jelennek a társaság elnöke. Miért is fontos magyar szempontból a Parkinson-kor? Délelőtt korábbi előadásokban már Berecki professzor úr érdeméről hallottunk, hogy impactfaktor szerzett a folyóiratnak többek között, de ő volt az, aki publikálta azt, hogy lehet, hogy nem is Parkinson-kornak, hanem pápai Pariszkornak is hívhatnánk a Parkinson-kort, hiszen már az 1600-as években egy magyar, sajnos magyar nyelven, és nem pedig angolul vagy latinul, leírta azt, hogy a Parkinson-kornak 4 alapvető tünete észlelhető, és ha ez nemzetközi figyelmet kapott volna, akkor most nem Parkinson, hanem akár pápai Pariszkorról is beszélhetnénk. A másik fontos, amit szeretnék kihangsúlyozni, Szapári tanár úr már mondta, hogy mi már abban az életkorban vagyunk, hogy bármikor kaphatunk sztrókot. Parkinson-kor azért érdemes tudni, hogy körülbelül 25-30 évente megduplázódik. Tehát epidemiológilag ez a leggyorsabban növekvő prevalenciájú neurodegeneratív megbetegedés, megelőzi az Alzheimer-kort is, úgyhogy férhetünk. Én nem a Parkinson-kor kezelését, nem mondjuk nagyon szép, gyönyörű videókat mutatnék be, hanem inkább arra hívnám föl, hogy a társaságnak, illetve a társaság tagjainak mit jelent az ideggyógyászati szemle. Egyrészt mivel magyar nyelven tudunk publikálni, a nemzetközi irányelveket, illetve a nemzetközi nomenklatúrát meg tudjuk honosítani. Nagyon büszke vagyok erre, hogy a magyar Movement Disorder Society Parkinson pontozó skálát validáltuk. És ez azért is nagyon fontos, mert ez a skál ez nem csak a Parkinson-kor fizikális vizsgálatát egységesíti, hanem a nomenklatúráját is. Régebbi tankönyvekben például a bradikinézia, a parkinsonizmus fogalma, legalábbis a magyar tankönyvekben nem egyezett meg a nemzetközi fogalmakkal. Maga a skála és a skálának a definíciói egységesítés nemzetközivé teszi azt, hogy mi mit értékelünk, bradikinézia, hipokinézia, illetve a parkinsonizmus alatt. Maga a skálát azt már 2008-ban publikálták, ahhoz, hogy magyarul ezt validálhassuk, le kellett fordítani, licenzt kellett, 350 betegen fel kellett venni, és ebbe egy óriási nemzeti összefogás volt, tehát nem csak a pécsi, nem csak a szegedi, debreceni, illetve a Semmelweis Egyetem klinikáiról vettek részt, hanem nagyon sok kisebb kórházban, megyei kórházban is, és így jött össze a 350, úgyhogy azt mondhatom, hogy a magyar nyelvi validáció, és ezt az ideggyógyászati szemlében is leközöltük, ez egy óriási sikere a Parkinson-kor klinikai ellátásának. Ez azért nagyon is fontos, mert az új gyógyszer sztadik, az új gyógyszervizsgálatok, mert az új skálával jönnek. Azok az országok, ahol nem validálták, oda nem tudják behozni ezeket a vizsgálatokat. Úgyhogy ezt 2013-ban publikáltuk. Ugyanúgy nem csak a Parkinson pontozó skála, hanem az egységesített diszkinézia, azaz a motoros komplikációkat vizsgáló skálát is ugyanezzel a nemzeti összefogása. Itt már csak 250 beteget kellett bevonni. Miben jó még nekünk, miért fontos nekünk az ideggyógyászati szemle? Nem csak azért, hogy maga a nomenklatúrát, a magyar skálákat tudjuk leközölni, hanem akár például új vizsgáló eljárásokat is publikálhatunk. 2000-es évek elején mutattuk be még akkor ilyen alacsony esetszámmal a tremorometriának a szerepét, hogy például az akkori roncsolásos, ablatív műtéteknél meg tudjuk jósolni, hogy a betegnek kell egy reoperáció vagy nem. És utána
nem csak mi, hanem más centrumok is, Kamondi professzorasszony, Tamás Gertrudék is bevezették ugyanezt a tremor analízis eljárást, ami nem csak a műtéti, hanem a klinikai kivizsgálásban is. És az idegösszi szemlében való új eljárásoknak a bemutatása, ez tényleg nagyon fontos, hogy magyar nyelven az orvosi kollégáknak is meg tudjuk mutatni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én Pécsen végeztem, orvostan hallgatóként már 98-tól neurogeklinikán TDK-zhattam, és medikusként a Parkinson-kor és egyéb mozgászavarok neuromodulátoros kezelésében is részt vehettem. 2001-ben történt az első NEAC finanszírozott miostimulátor beültetés Magyarországon, és ez Pécsen történt, úgyhogy 2001 óta mi relatíve nagyon sok miostimulációs beteget végeztünk, és beültetést végeztünk, és maga a szemlében közöltük le, hogy hogyan kell ezeket a betegeket kivizsgálni, referálni és gondozni. Tehát az idegösszi szemle alkalmas arra, hogy az új műtéti vagy az új kezelési eljárásokat bemutathassuk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy TDK-n hallgatom, Fejér Georgina 2010-ben megnyerte a már említett év közleménye díjat. Ő azt mutatta be, hogy mi egy stimulációs kezelés előtt és után nem csak egy óriási tüneti javulást lehet elérni, hanem olyan egyszerű dolgokat, például a napi 13 tablettából csak 3-4-et kell a betegnek bevennie, szintén jelentős életminőségjavító hatással rendelkezhet. Mi a stimulációt szerencsére nem csak a mi centrumunk végez, hanem több centrum is, Tamás agyunktusnő, illetve Erős főorvos úr közleményében, ők is bemutatták a saját eredményeket, és tényleg úgy gondolom, hogy az ideggyőzti szemle ez egy nagyon fontos forma arra, hogy a saját klinikai eredményességünket be tudjuk mutatni hitelesen, és ezáltal a betegeknek, a klinikusoknak meg tudjuk adni az utat, hogy a Parkinsonos gyógyszeresen nem kezelhető betegeket a megfelelő centrumba referálják. De a mélyi stimuláció nem csak Parkinson-kor, hanem a egyéb mozgászavarok kezelésében is fontos. Szintén büszke vagyok a disztónia kezelésére írt cikkünkre. Ekkor 40 disztóniás betegünk műtéti eredményességét foglaltuk össze, közeljövőbe tervezünk 100 betegünknek az eredményességét leírni. És ezek nagyon fontosak, mert talán elvilágít arra, hogy főleg a gyerekneurológusok meg a neurológusok közé addig negligált, generalizált, szegmentális, botulinumtoxina nem kezelhető betegeknek is egy óriási életminőségbeli javulást lehet elérni. Szintén összefogás volt a levodopa karbidopa intestinális GL kezelésben. Ez volt az első LTT-TUKEB engedélyem, amit sikerült saját magam megírni és megszerezni. Nagyon fontos volt egyrészt, hogy Magyarországon elérhető legyen a levodopa karbidopa intestinális GL, másrészt erre Nagy Helga, illetve Takács Anna már írt egy-egy közleményt, illetve létrehoztunk egy országos regisztrát, akkor 24 beteg adatait, benne volt Miskolc, Szeged, Budapest és Pécs, és ha minden igaz, ez az eredmény, az országos eredményeknek a bemutatása, bemutattuk azt, hogy jelentősen lehetett azoknak a betegeknek az élet minőségét, illetve az onidejét megjavítani, akik mi a stimulációs kezelésre nem alkalmasak. Hozzájárult ahhoz, hogy ez a kezelés befogadásra került a TBL-t, és azóta elérhető. Szintén mutattuk a miai stimuláció munkaképesség megőrző hatását. Ez nagyon fontos szemléletváltás. 2013-ban jelent meg az Öhrlichtin vizsgálat, ami azt mutatta be, hogy korai fluktuációk esetén, ha a beteg munkaképessége veszélyben van, vagy a szociális ellátása, akkor a miai stimuláció nem az, hogy nem inferior, hanem superior a PEROSZ gyógyszeres kombinációs kezeléssel szemben. Ennek az analógiája mutattuk az idegösszi szemlébe ezt a 40 betegből álló felmérésünket, hogy azok a betegek,
akik műtét előtt részesülnek, azaz korábban kerülnek mély stimulációs kezelésre, azok a 80%-a két évvel műtét után még mindig munkaképes marad. Annak ellenére, hogy azok a betegek, akik már elvesztették a munkaképességüket és úgy kerülnek műtétre, szintén kb. 50%-os tüneti javuláson esnek át, ők már nem mennek vissza a munkavilágába. Tehát magyarul gondolkodjunk korábban, ugyanúgy, mint a stroke-nál is az idő az életet jelent idegsejtek szempontjából, Parkinson-korban a korai mélyagyi stimuláció az például a munkaképesség, a szociális státusz megőrzését is jelentheti. Szintén az ideggyászi szemlébe tudjuk a saját elképzeléseinket, hogy hogyan kell az előadott Parkinson-kort, illetve hogyan lehet magát a betegséget kezelni. Tudni kell, hogy a társaság 2021 májusában kapott felkérést arra, hogy újítsuk meg a 2008-as Parkinson irányelvet, illetve a 2008-as botulinumtoxin irányelvet, majd júniusban közölték, hogy szeptember 1-jéig adjuk le ezeket, úgyhogy nyári feszített tempóban mind a két irányelv elkészült. Sajnos azóta nem történt semmi. A minisztériumi apparátus, illetve a szakmai tagozatok véleményezése csak a Parkinsonban indult meg. Úgyhogy a társaság a saját honlapján megjelentette, mint ajánlás a botulinumtoxin kezelési irányelveit, illetve hogy amennyiben 3 hónapon belül nem lesz érdemi fejlemény a Parkinson-kor kezelési irányelvünkkel, akkor szintén a társaság honlapján a legújabb ajánlásunkat megpróbáljuk publikálni, hiszen egy 2008-as szakmai irányelv van, ami teljesen elavult. Ideggyászi szemle nem csak az új diagnosztika, nem csak az új terápiás eljárások bemutatására, vagy a kezelési irányelvek, vagy a kezelési módszerek bemutatására, hanem fiatal kutatóknak a munkáját is be tudja fogadni. Ilyen korábbi PhD hallgatón fiatal szakorvosunk Pinter Dávidnak a munkája, és aki például összefoglalta, hogy Parkinson-korban milyen módon lehet alkalmazni a telemedicinát a COVID fertőzés alatt. Úgyhogy, tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy mint nem tulajdonos társaság, de ahogy Csipa tanár úr is mutatta, a cikkek 10%-áért a Parkinson és a mozgászavar felelős, tehát az ideggyászi szemlében aktívan publikáló társaságként egy pár percbe bemutathattuk saját elképzelésünket, hogy miben tud a szemle, illetve a társaság egymásnak együttműködni. Köszönöm szépen a figyelmet!